Sziasztok, ez a Societas TV néző, Király András vagyok. Én pedig Kelemen László, megérkeztünk a 2016-os Pontot Partira, ahol is Andris. Megnézzük, hogy kiket vettek föl, vagy éppen kiket nem. Tartsatok velünk! Miért vagyunk ma itt? Hát igazából azért vagyunk itt, hogy 5 percen belül, vagy 7 percen belül kiderüljön, hogy vajon fölvettek-e minket az egyetemre, vagy sem. Gyere, Orsi, gyere, Orsi, na, ne beszlek meg, gyere ide, Orsikád, na, szia, hol jelentkeztél? Én a Károlira jelentkeztem pszichológia szakra. Te akarod, hogy hallom a testnevelés? Így van, azért leszek. Értem, és ti így a jövőtöket Magyarországon, külföldön képzelitek el? Magyarországon egyelőre. Külföldön. És külföldön merre, szabad kérdeznem? Jó kérdés, külföldön. És hova akkor már? Hollandiába. Oh, hogy? Hát nem tudom, vonz eléggé Hollandia már kiskorom óta, szeretnék ott élni, és ott eléggé tetszenek a szakok is, az oktatási rendszer. Szerintem itt nem tudnék annyi pénzt keresni, hogy az elég legyen, vagy jó legyen. Hát én idén végeztem, mert ugye az első évét végeztem egy egészségügyi sulinak, gyógyi sportmasször, aztán vagy azt befejezem, vagy pedig külföldre elmegyek. Én már végeztem. És milyen szakon, ha szabad kérdeznem? Én még Szegedre jártam, sajtótechnikára. Na, akkor kolléga, nincsen ezzel baj. És egy olyan kérdésem még lenne egyiket, hogy sikerül ugye helyezkedni a szakmában, vagy? Nem, egyáltalán nem. Igen? Milyen a magyar oktatás? Közepesen szar. Én nem mondok semmit, mert tanár szeretnék lenni. Okos lány. Okos, én barátom. Készül, hogy jövő. Politikailag korrekt válasz. Végeztem Magyarországon, vagy külföldön dolgoztam? Magyarországon. Leginkább. Mivel le kell dolgozni az államinak támogatott időt. Ja, és várjál, nekem nincs is olyan, mert nekem közszolgálati ösztöndíj van, ami nem követeli meg azt, hogy Magyarországon dolgozom. Szóval igazából kurva jó. 3 pont, a másikon meg nem indítanak, amit megjelöltem. Szóval esküszöm, ezt nem hiszem el. Tehát alapvetően van ez, hogy a szüleim azt szeretnék volna, hogy itt maradjak, végül is itt ismertem, de az a lényeg, hogy ez ugye visszahúz, ez egy visszahúzó erő az, hogy itt vannak a szülők, itt van a család, itt vannak a barátok, ez nagyon fontos szerintem. Tehát elvágyódom, de vissza is húz a szívem, szóval ennyi. Te jó tévni korai kérdés, de egyébként miben gondolkodtok, hogy Magyarországon vagy külföldön? Egyelőre Magyarország, majd külföld. Én Magyarországon. Hát, hogyha külföldön van lehetőség, akkor inkább ott. Jogra! Köszönöm! A gimnáziumnak sok köze nincs hozzá, úgyhogy... Szóval akkor magyar oktatása szerinted akkor annyira nem működik, jó? Lehet, hogy valakinek működik, nekem nem működött. Igazság szerint van egy nagyon, nagyon nagy probléma, ami egyébként nem csak itt probléma, de az, hogy tehát olvastam is statisztikai adatokat, hogy a magyar fiatalok döntő többsége a családi háznál marad. Szóval az, hogy ilyen több mint 60%-nak muszáj otthon maradnia. És én is ezzel voltam, ez volt az egyik probléma, hogy szeretem a szüleimet, de kell az a függetlenség, kell az a kis magánélet pluszban, amit a szülői ház mellett nem nagyon tud az ember megélni.